A nagyszabású gálát az Isis Big Band zenéje nyitotta. Nemény András köszöntőjében úgy fogalmazott, a díjazottak példát mutatnak, ők a város szövetének legbiztosabb szálai. Utalt az életünket megkeserítő járványhelyzetre és városunk híres szülöttének szellemiségére, miszerint nem az egyén, hanem a közösség és az adni akarás számít. Azt, hogy az ember több kell, hogy legyen a saját örömeinél, vágyainál, öncélú létezésénél. Míg a vírus önző programja ott ér véget, amikor elpusztítja a gazdatestet és vele együtt saját magát, addig egy ember élete a közösségben való feloldódással válik teljessé. Elsőként a szakmai díjakat adták át. Gotthárd Jenő díjat kapott Déri Lajos vízépítőmérnök, a Dozmati tározó egyik tervezője, és Varga Károly gépészmérnök. A Brenner díjat Takács József, az Égáz-Dégáz nyugalmazott vezetője, valamint Vadász László és Vadász Péter, a Meliorációs Kft. Vezetői érdemelték ki. Éhen Gyula díjat vehetett át több évtizedes városfejlesztési és közéleti tevékenységéért Csermei András, aki nem volt jelen az ünnepségen, és Nádor István, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott vezetője. Hefele díjjal tüntették ki Mátis Barna építészmérnököt, az ő munkája egyebek mellett a csónakázótó megújult környezete és a mozi árkád. A Horváth Boldizsár díj első fokozatát Mester Ágnes, a polgármesteri hivatal közszolgálati irodavezetője, és Brányi Zoltán, az adóvégrehajtási irodavezetője. Második fokozatát Friedl Judit jogi osztályvezető, Lajos Tibor a gondnoksági irodavezetője, Kis Edina az informatikai iroda munkatársa, és Pusztai István beruházási ügyintéző kapta. A Szombathely közbiztonságáért díj kitüntetettjei Lakatár Gábor, a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, és Bercse László, a Szombathelyi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője. Ifjúságért díjban részesült Varga Jenőné tanár, a Gotthárd iskola nyugalmazott igazgató helyettese, és Katona Attila történész, egyetemi oktató. Az év civil szervezete 2020-ban a Szombathelyi Zsidó Hitközség Szociális és Kulturális Alapítványa és a Zanati Kulturális és Sport Egyesület, 2021-ben a Szombathelyi Határőrnyugdíjasok Egyesülete és a Szombathelyi Szív a Szívért Egyesület lett. Tóth Géza díjjal ismerték el Vizer Erzsébet és Rácz Gábor tornaedzők munkáját a szombathelyi tornasport megteremtéséért. A díjat idén Mészáros Tibor erőemelő világcsúcstartó kapta. A Szombathelyért díjat Kőváriné Fekete Marietta, a Paragvári iskola volt igazgatója, és Módi Péter szobrász restaurátor vehette át. A Vörös Sándor díjat Trokán Péter színművésznek, a 25 éves Isis Big Band zenekarnak, Szentkovics Péter író újságírónak és Oroszi Csaba festőművésznek ítélték oda. A gála második felében az életműdíjak átadása következett. A Szombathely sportjáért életműdíjat Horváth Tihamér testnevelő tanár edző, a Gyere velünk vetélkedő sorozat alapítója, és Halmosné Móricz Éva testnevelő érdemelte ki. A Prosanitate Savarié díjat 2020-ban Engert Zoltán, az urológiai osztály vezető főorvosa kapta, az idei évben pedig Rakos Gyula sebész főorvos posztumusz, a díjat fia Rakos Bence vette át. A közszolgálatért életműdíjjal Krizmanicsné Magyari Klára munkáját ismerték el, aki a polgármesteri hivatal szakmai tanácsadójaként a városi nevelési és szociális intézmények tevékenységét segíti. A Szombathely kultúrájáért életműdíjat 2020-ban Horváth György, az MMIK volt igazgatója posztumusz kapta, az idei díjazott Horváth Imre Karnagy, nyugalmazott főiskolai docens. Pedagógus életműdíjat vehetett át Surányiné Palkó Eleonóra, a Szürcsapó óvoda nyugalmazott vezetője, és Németh Sándor, a Szentgyörgyi Középiskola egykori igazgatója. A polgármester emlékérmét Ekler Luca paraatléta, a tokiói paraolimpia bajnoka érdemelte ki. Luca távollétében az elismerést édesapja és nagymamája vette át. A gálán közreműködtek Trokán Anna, Trokán Nóra és Hegedűs D. Géza színművészek, Bújtás Ervin zenész, Grecsó Zoltán táncművész és a Szombathelyi Szent Márton kórus.